їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Azt kértem az elnök úrtól, hogy fontoljuk meg, hogy nem lehetne a sorrendet megfordítani, és egy gyors tűzszünettel fölgyorsítani a béketárgyalásokat. Szerintem ez nagyon jó, tehát ez minden szempontból azt jelzi, hogy valami normalizálódás van szerintem. Tehát, hogy az Orbán képes föllépni felelős európai elnökségvezető miniszterelnökként, nem tudom. Békegalambot játszani ezzel nem komoly, nem is veszik őt komolyan, hát eljátszotta már becsületét az Európai Unióba, szóval ennek sok értelme nincsen. Ez egy műsor. Annak azért mindig van egy küldetése, van egy... Blindre ok nélkül soha sehova nem szokott menni, annak nem csekély hozadéka lesz, és azt az országunk élvezni fogja. Ő kárát nem akarja ennek az országnak. A miniszterelnök ma Ukrajnába ment, ez jelentheti azt, hogy közelednek az álláspontok? Mindenképpen igen. Akkor ez egy jó hír. Szerintem igen. Új frakciót szervez, és egy csomóan nem fogadják be azért, mert Ukrajna ellenes. Na most ezt kimutatja, hogy ő nem Ukrajna ellenes, és akkor majd megszerzi azt a 7 pártot, akik belépnek a frakciójába. Nekem fura, mert idáig mindig háború ellenes volt, Ukrajna ellenes volt, minden volt, de ez nekem akkor is nagyon fura, hogy pont azon a napon, amikor ugye Magyarország belépett az EU-ba, mi vagyunk a soros elnökök, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, pont aznap megy ki. Az ukránok abban érdekeltek, hogy Magyarországgal jó viszonyban legyenek, de képtelenség Orbán Viktorral jó viszonyban lenni. Orbán Viktor egy ilyen reformfasiszta Európai Uniónak akar lenni a vezetője, meg azért mindenki megnézi ma Európában a kezét, miután megfogta Orbán Viktor kezét, hogy rajta van-e a gyűrű.